szenátus és a gazdaságtudományi kar tanácsa bevonul, kérem szíveskedjenek felállni. Tisztelt tanácsülés, kedves végzős hallgatóink, hölgyeim és uraim! Tisztelettel köszöntöm diplomaosztó nyilvános ünnepi tanácsülésünk valamennyi résztvevőjét, végzős hallgatóinkat és hozzátartozóikat, mindazokat, akik eljöttek, hogy az egyetem polgáraival osztozzanak a jeles ünnep örömében. Felkérem dr. Pető Károly dékán urat, hogy tartsa meg ünnepi beszédét. Egyúttal felkérem dr. Erdei László dékán helyettes urat, hogy dékán úr ünnepi beszédét angol nyelven tolmácsolja. Tisztelt nyilvános ünnepi tanácsülés! Tisztelettel köszöntöm az elnökségben helyet foglaló Bartelek professzor urat, a Debreceni Egyetem rektorhelyettesét, Erdei László dékánhelyettes urat, Szakály Zoltán dékánhelyettes urat, Körösparti Péter elnök urat, és külön tisztelettel köszöntöm a hozzátartozókat,
minden kedves kollégámat, és végül, de nem utolsó sorban köszöntöm Önöket, kedves végzős hallgatók. Dear members and guests at the public formal sitting of the council meeting. First of all, let me welcome Mr. Elek Balta, professor, the member of presidency, the vice rector of Debrecen University, Mr. László Erdei Vice-Dean, Mr. Zoltán Szakály Vice-Dean, Mr. Péter Körös Party President. In particular, I welcome relatives, my dear colleagues, and last but not least, all the graduates of our faculty. Önök a gazdaságtudományi kar alapításának harmadik évébe vehetik át diplomájukat. You have obtained your degrees in the third year of the foundation of the Faculty of Economics and Business. A mai napon diplomásokat avatunk, érett, felkészült kollégákat, akik széleskörű követelményeknek tettek eleget tanulmányaik során, és bízunk benne, hogy ennek köszönhetően képesek lesznek megfelelni a gazdasági élet kihívásainak. Meggyőződésem, hogy a konvertálható diplomának köszönhetően végzett szakembereink elhelyezkedési lehetőségei ugyanúgy adottak, mint azt eddigi felméréseink és tapasztalataink igazolják, a gazdasági élet elismerte és elismeri az itt szerzett diploma értékét. Today we are awarding graduate degrees. The new diploma holders are mature, well-prepared colleagues who have gained a comprehensive in-depth professional knowledge with respect to the concerned academic requirements. We truly hope that their high-level skills will enable them to cope with the challenges of economic life. I firmly believe that these degrees, the result of broad-based studies, will provide our graduates with good opportunities for employment in accordance with our estimates and experience. The value of our degrees has been highly appreciated in various fields of economic activities. Tisztelt ünnepi nyilvános tanácsülés! Dear members and guests, a diplomátadó ünnepé az egyetem életében mindig jeles esemény, mert a több éves munka és küzdelem után lezárul egy emlékezetes és fontos fejezet az életükben. Amikor egy fontos állomáshoz, mérföldkőhöz érkeznek az életük során, érdemes megállni és tisztelegni az elmúlt időszakba az önök által elért eredmények és önök előtt is. Önök előtt, akik elérték, hogy közgazdász, mérnök, menedzseri vagy tanácsadói diplomát kapjanak egy rangos, nagymúltú egyetemtől. A diploma awarding ceremony is always a prominent event in academic life, as following several years of hard work and efforts, a significant and memorable chapter of life comes to an end. When you arrive at this momentous milestone, it is worthwhile reflecting upon your achievements and paying our respects to you. You have earned a great deal of respect by obtaining your degrees of economics, engineering, management or consultancy at a prestigious university with a great past. Gratulálok az önök teljesítményéhez, karunk valamennyi munkatársa nevében. I sincerely congratulate you on your achievement on behalf of all my colleagues. Amit tettek, a tanulás, felkészülés egy pályára, az befektetés volt, melynek eredménye a jövőben lesz mérhető, amikor hasznosítják a megszerzett tudást. Befektetés nem csak az önök, hanem a szüleik, családjaik részéről is, hisz jelentős erőfeszítéseket kívánt, sokszor áldozatok árán is, amit most megköszönhetnek nekik. What you have achieved is the result of your preparation for your working life, an investment which will become fruitful in the future when you can make use of the knowledge and skills you gained. This investment required considerable efforts and sacrifices not only from you, but also from your parents and families, to whom you may express your thanks now. Köszönjük a szülők és hozzátartozók áldozatvállalását. Tisztában vagyunk azzal, hogy napjainkban valóban komoly erkölcsi és főleg anyagi felelősséget jelent az, hogy gyerekeink, hozzátartozóink diplomát kaphassanak. Tudjuk, hiszen mi tanárok is egyben szülők is vagyunk. Thank you very much for the sacrifice of parents and grandparents. It is clear that these days earning a degree requires considerable moral and financial responsibility from families. We are aware of this fact, as we are not only lecturers, but parents as well. Kedves, frissen végzett kollégák! A mai gazdasági helyzetben nem csupán egy-egy munkaterület speciális követelményeinek kell megfelelni. A gazdaság kreatív, változásokra és változtatásokra kész, kritikusan gondolkodó,
komplex probléma megoldásra alkalmas, rugalmas, új és új célokat megfogalmazó, gondolatait másokkal megosztani kész és képes munkaerő iránt mutat keresletet. Biztonsággal állíthatom, hogy ebben a mi végzett hallgatóink, így önök is kiválóak. Ma már nem úgy működik a gazdaság és a társadalom, hogy ki milyen szakon végzett, olyan állást fog magának találni. A hallgatók az ismereteken túl kompetenciákat is szereznek, és ezeket is hasznosítják munkavállalóként életük során, akár több, különböző területen is. Dear graduates, dear colleagues, today it is not enough to fulfill the special requirements of certain fields. Business lives needs creative, flexible workforce ready for changes, willing to set new goals, to share ideas and to cooperate. I can declare that in this respect you, our graduates, are excellent. In today's economy and society, a degree earned in a certain area will no longer determine the job one might find. In addition to a rich body of knowledge, students also obtain skills and competencies which they can use in their lives, sometimes in different areas. Az alapszakon végzettek közül többen maradnak a kar hallgatói sorába. Itt maradnak még 2 évig, hogy elmélyítsék tudásukat egy szűkebb területen, ahol majd profik szeretnének lenni, mindent meg akarnak tanulni a szakterületről, amit csak lehet, hogy aztán magas színvonalon a legigényesebb munkahelyeken álljanak helyt. Azonban akik a mai napon mesterszakon veszik át az oklevelüket, ők már elvégezték a 2+ évet is, és ma most fogják újonnan szerzett tudásukat hasznosítani. Many of our BSc degree holders will remain at the faculty to continue their studies focusing on new in-depth professional theoretical and practical knowledge to become capable of performing high-level demanding jobs. In 2 years they will also stand here waiting to receive their master's degrees. Those who have already earned their MSc degrees have already completed their studies in the master courses and will make use of their skills and competencies in their careers. Azokkal, akik a kar valamelyik mesterszakán folytatták tanulmányaikat, 2 év múlva ugyanilyen ünnepényes keretek között újra találkozunk. Így most azokhoz szólok, akik oklevelük birtokába kilépnek az egyetem falai közül és munkába állnak. Talán az ő életkörülményeikben lesz a legnagyobb változás. Reggel korán kell kelni, pontosan érkezni a munkahelyre, a napjuk nagy része munkával telik majd. A mostani időbeosztásukhoz képest kevesebb idejük jut szórakozásra. Időbeosztási problémákkal kell megküzdeni, amelyen úrrá kell majd lenni. Nem lesz könnyű, de hát ez az élet. Now I address those who have already finished their studies, who are ready to leave the university and work for their living. They will see a radical change in their lives. They have to get up early in the morning and arrive at work precisely on time. They will spend most of their days working and they will have much less time for socializing or going out. They might face time management problems and learn how to cope with them. It is not easy, but such is life. Rá fognak jönni, hogy idejük túlnyomó részét a munka fogja kitölteni, ezért nem mindegy, hogy milyen jellegű, mennyire érdekes vagy csak fárasztó az önök munkája. Büszkeséggel tölti el az embert, kihívásnak érzi a feladatokat, elismerik-e a teljesítményét, pénzen kívül megbecsüléssel is jár-e. Az jár jól, aki megtalálja a munkába az örömöt. Próbáljanak olyan munkahelyet választani, amely lehetőséget ad az önmegvalósításra. Arra, hogy kedvel dolgozzanak. Erre minden lehetőséget megad az itt szerzett diploma. As they will spend a lot of time in their workplaces, the type and nature of work, whether they find it interesting or simply boring, will become important. Will their tasks appear as challenges, inflating them with pride? Will their efforts be acknowledged, not merely expressed in money? Those will benefit who find happiness in their jobs. You should try to find employment where you can achieve self-fulfillment and self-development. Your diploma from our faculty will provide you with all the possible opportunities to reach the above mentioned. Legyenek büszkék arra, hogy a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karán szereztek diplomát. Legyenek büszkék intézményükre. Hasznosítsák jól az itt megszerzett ismereteket, tapasztalatokat. És ne feledjék egymást, és ne feledjék az alma mátert. Ha a diplomájukat kézbe veszik, gondoljanak azokra is, akiknek az köszönhető. Emlékezzenek a csodálatos itt töltött évekre,
a legjobb előadásokra, kapcsolatokra, szerelmekre, bulikra. Gondoljanak ránk, az intézménybe maradókra is. Mi szívesen látjuk, visszavárjuk Önöket, különböző szakképesítések, másoddiploma, vagy akár tudományos fokozat megszerzése céljából is. Az, amit itt kaptak, jó alapja lehet karrierjük sikeres megkezdésének. Be proud of your degrees that you have obtained at the Faculty of Economics and Business, University of Debrecen. Be proud of your institution. Use the knowledge and experience you gained here. Do not forget each other. Do not forget your alma mater. If you hold degrees in your hands, think of those people you are grateful to. Remember the wonderful years you spent here, the best lectures, relationships, loved ones, and parties. Remember us who stay here. We welcome you anytime you return to acquire various qualifications, other or academic degrees. Kedves végzős hallgatók, végezetül engedjék meg, hogy a magam és a kar valamennyi munkatársa nevébe kívánjak Önöknek sikeres munkába állást, személyes életük legyen kiegyensúlyozott és boldog. Köszönöm. Dear graduates, finally, on behalf of myself and all the co-workers of the faculty, let me wish you success in your work, balance and happiness in your personal lives. Thank you. Bejelentem, hogy kitüntetések átadása következik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedagógus szolgálati emlékére elismerést adományozhat azoknak az nyugállományba vonuló egyetemi oktatóknak, akik legalább 25 éven keresztül az oktatás érdekében tevékenykedtek és kiemelkedő munkát végeztek. Felkérem dr. Barta Elek rektor helyettes urat, hogy a pedagógus szolgálati emlékérem elismerését átadni szíveskedjen. Pedagógus szolgálati emlékérem elismerésben részesül dr. Dienesné dr. Kovács Erzsébet egyetemi docens. Felkérem Körösparti Pétert, a Debreceni Egyetem hallgatói és doktorandusz képviselete elnökét, adja át a DLHDK és a hallgatói önkormányzat által alapított kitüntetéseket. A Debreceni Egyetem hallgatói és doktorandusz képviseletének választmánya által alapított Alma Mater emlékeérem kitüntetést kaphatják azok a hallgatók, oktatók, kutatók, dolgozók, akik közösségi tevékenységükkel hozzájárultak a Debreceni Egyetem hírnevének gyarapításához. A Debreceni Egyetem hallgatói és doktorandusz képviselet elnöke, az egyetemi hallgatói önkormányzat elnöke és a doktorandusz önkormányzat elnöke a hallgatók érdekében több éven keresztül végzett kiemelkedő közösségi tevékenységéért az Alma Mater emlékérem kitüntetést adományozza Németh Kertinnek, a Debreceni Egyetem gazdaságtudományi karának Hők alelnökének. A hallgatói önkormányzat elnökségének elismerő oklevele kitüntetést kaphatják az egyetem azon dolgozói, akik a hallgatói önkormányzatban és annak szervezeteiben vállalt feladataikat kiemelkedő hozzáértéssel és szorgalommal végzik. A Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzat elnökségének döntése alapján az elmúlt időszakban végzett kiemelkedő szakmai, közéleti tevékenységéért a hallgatói önkormányzat elnökségének elismerő oklevele kitüntetésben részesül Kotosman Zoltán. Olá Edith. Szikszai Petra Nikolett. Váradi Norbert. Valamint Varga Zsolt.
Felkérem dr. Barterek rektor helyettes urat, hogy adja át a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjának elismerő oklevelét. Elismerő oklevélben részesül a végzett hallgatók közül a 2016-2017-es tanév tavaszi félévében Barna Fédra Kinga. Boros József. Dara Lilla Csenge. Erdős Menta Bernadett. Feró József. Gyüre Ferenc. Kovács Tamás. Molnár Zoltán Szabolcs. És Teleki Balázs Zoltán. A Debreceni Egyetemen működő szakkollégiumok tanúsítvánnyal ismerik el a most végző szakkollégiumi hallgatók munkáját, akik aktív részvételükkel hozzájárultak a szakkollégiumok eredményes munkájához, és egyben kihasználva a szakkollégiumok által nyújtott lehetőségeket, bővítették szakmai és általános ismereteiket. Felkérem dr. Szakály Zoltán dékán helyettes urat, hogy adja át a Debreceni Egyetem szakkollégiumainak tanúsítványait. Írik Károly szakkollégium tanúsítványban részesül Bodnár József. Boros József. Budai Kristóf. Kovács Tamás. Orosz Dániel. Valamint Pusztai László. Kerpeli Kálmán szakkollégium tanúsítványban részesül Bodnár József. És Kovács Tamás. Tormai Béla szakkollégium tanúsítványban részesül Kádár Szilárd. Valamint Uzonyi Antal. A Team Akadémia Debrecen csapatvállalkozói képzésben résztvevőket a kócsok és az alsóbb éves társaik emléklap és kitűző átadásával búcsúztatják. Felkérem dr. Popovics Péter ügyvezetőt, hogy adja át az emléklapokat és a kitűzőket. Emléklapot és kitűzőt vehet át Csaba Brigitta. Kerekes Kitti. Kerti Tibor. Szabó Franciska. Szabó Sándor. Szilágyi Péter. Tóháti István. És Zagyva Péter.
megkérem dr. Erdei László dékánhelyettes urat, hogy számoljon be a gazdaságtudományi kar végzős hallgatóinak eredményeiről. Tisztelt ünnepi tanácsülés! Ünnepélyesen bejelentem, hogy a Debrecen Egyetem gazdaságtudományi karának 2016-2017-es tanév tavaszi félévében angol-magyar gazdaságtudományi szakfordító szakirányi továbbképzésben 8 jelöltet sikeres záróvizsgát és szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakon 1 jelölt, gazdasági agrármérnöki mesterszakon 12 jelölt, logisztikai menedzsment mesterszakon 14 jelölt, MBA mesterszakon 1 jelölt, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak magyar nyelvű képzésben 5 jelölt, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak angol nyelvű képzésben 3 jelölt, szakigazgatás szervező és informatikus agrármérnök mesterszakon 3 jelölt, vállalkozásfejlesztés mesterszakon 5 jelölt, vidékfejlesztés mesterszakon 4 jelöltet sikeres záróvizsgát és szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Számvitelmesterszakon 19 jelöltet sikeres záróvizsgát és 18 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Vezetés és szervezés mesterszakon 31 jelöltet sikeres záróvizsgát és 28 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdálkodási és menedzsment alapszak magyar nyelvű képzésben 88 jelöltet sikeres záróvizsgát, 69 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdálkodási és menedzsment alapszak angol nyelvű képzésben 14 jelöltet sikeres záróvizsgát és szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök alapszakon 87 jelöltet sikeres záróvizsgát és 69 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Informatikus és szakigazgatási agrármérnök alapszakon 19 jelöltet sikeres záróvizsgát és 15 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Kereskedelem és marketing alapszakon 51 jelöltet sikeres záróvizsgát és 37 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Közszolgálati alapszakon 3 jelöltet sikeres záróvizsgát és 2 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Nemzetközi gazdálkodás alapszakon 47 jelöltet sikeres záróvizsgát és 27 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Pénzügyi és számvitel alapszakon 37 jelöltet sikeres záróvizsgát és 21 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Sportszervező alapszakon 4 jelöltet sikeres záróvizsgát és 3 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Turizmus vendéglátás alapszakon 38 jelöltet sikeres záróvizsgát és 17 fő szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzésben 15 jelölt, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki felsőoktatási szakképzésben 1 jelölt, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésben 2 jelölt, pénzügyi és számvitel felsőoktatási szakképzésben 3 jelöltet sikeres záróvizsgát és szerezte meg a végzettséget tanúsító oklevelet. Turizmus vendéglátás felsőoktatási szakképzésben 6 jelölt, nemzetközi gazdálkodás felsőoktatási szakképzésben 2 jelöltet sikeres záróvizsgát. Megköszönöm dékán helyettes úr jelentését. Megállapítom, hogy a gazdaságtudományi kar záróvizsga bizottsággal jelölt alapképzésben 388 fő, mesterképzésben 98 fő, szakirányú továbbképzésben 8 fő, felsőoktatási szakképzésben 29 fő az előírt záróvizsga követelményeknek eleget tett. Ebből összesen az egyetem 19 fő részére okleveles mérnöki, 59 fő részére okleveles közgazdász, 14 fő részére okleveles menedzser, 1 fő részére okleveles tanácsadó, 86 fő részére mérnöki, 188 fő részére közgazdász, 3 fő részére sportszervező, 7 fő részére szakfordító oklevelet, 20 fő részére felsőfokú közgazdász asszisztens oklevelet, 1 fő részére felsőfokú mérnök asszisztens oklevelet ad ki. Bejelentem, hogy az intézmény hallgatóinak nevében Novák Norbert, a gazdaságtudományi kar hallgatói önkormányzatának alelnöke szól a végzős hallgatókhoz. Soha se felejtsd el, honnan érkeztél, s mennyi mindent kellett megtenned azért, hogy idáig érj. Ezzel az idézettel szeretném köszönteni rektorhelyettes urat, dékán urat, dékán helyettes urakat, az ünnepi tanácsot, a Debreceni Egyetem hallgatói és doktorandusz képviselet elnökét, vendégeinket, és nem utolsó sorban titeket, végzősöket. Elérkezett ez a nap is, a diplomaosztótok napja.
Bizonyára emlékeztek még, hogy milyenek voltak az első napok, hetek itt az egyetemen. A legtöbben közületek nem ismertetek senkit, nem tudtátok, mi vár rátok, vagy milyenek lesznek a tanáraitok. Aztán ez megváltozott. A felsőbb évesek segítségével, illetve egymást támogatva sikeresen belerázultatok az egyetemi életbe, túlestetek az első ZH kihívásain, megismertétek tanáraitokat, és nem utolsó sorban megismertétek egymást is. Mindehhez nagyban hozzájárult a sok közös buli, ahol néha szó szerint is támogattátok egymást. Az itt töltött évek alatt közösségé formálódtatok, barátságokat kötöttetek, és szerelmek születtek, megszerettétek az iskolát, és az egyetemi élet részévé váltatok. Néhány év múlva, ha visszaemlékeztek erre az időszakra, azt gondoljátok majd, hogy ezek voltak a legszebb éveitek. Azonban most fordulóponthoz értetek. Ifjakként értetek ide, és most érettként távoztok. Akárhogy is nézzük, eljött a búcsú ideje, mely egyben a diák élet végét is jelenti számotokra. Most biztos rengeteg gondolat kavarog a fejetekben, lehet sokaknak furcsa lesz, hogy a következő fél évet nem együtt kezditek, vagy hogy nem lesz több vizsgaidőszak. Ám azt nem állítom, hogy a vizsgaidőszak fog legjobban hiányozni, de mint tudjuk, a rossz emlékek egy része egy idő után elfelejtődik, másik része pedig megszépül. Sok év múltán biztos nosztalgiával emlékeztek majd a vizsgák előtt érzett izgalmakra, eszetekbe jut majd, hogy tagjai vagytok egy külön kis társadalomnak, melyben meg kell kötnötök magatok kisebb-nagyobb kompromisszumait, ahol megtanultatok küzdeni és tanulni. Az itt megszerzett tapasztalatok, emlékek és barátok elkísérnek majd, hogy élhetővé tegyék ezt a felgyorsult életet. Valami örökre befejeződött, azonban egyúttal új szakaszhoz érkeztetek. A világ kinyílik, kicsit talán elsőre nagyobbnak is mutatja magát, mint amekkora. És az itt megszerzett tudás jó segítség ahhoz, hogy elkerüljétek a jövő vakvágányait. Hamarosan kezetekben tarthatjátok a diplomát, mely által felhatalmazást kaptok, hogy ne csak részesei, hanem formálói, alkotói legyetek a jövőtöknek. Kedves végzősök! Gratulálok diplomátokhoz, a hallgatói önkormányzat és minden hallgató nevében kívánok nektek egészséget, sok sikert, valamint céljaitok megvalósítását. Köszönöm. Tisztelt tanácsülés! Végzős hallgatóinknak diplomájuk átvétele előtt le kell tenniük az esküt. Kérem, hogy felállva, hangosan, nevük közlésével, bal kezüket magasba emelve, jobb kezüket a szívükre téve, ismételjék dr. Pető Károly dékán úr után az esküszövegét. Kérem kedves vendégeinket, a fogadalomtételt tiszteljék meg azzal, hogy felállnak. Én esküszöm, hogy Magyarország alaptörvényéhez és a magyar nemzethez hű leszek. Hivatásomhoz és az alma máterhez mindenkor méltó magatartást tanúsítom. Minden erőmmel arra törekszem, hogy a Debreceni Egyetemen megszerzett tudás alkalmazásával hazám felvirágzását előmozdítsam. Before the degree is awarded out, students must take an oath. Place your right hand on your heart, raise your left hand, and in a clear voice, giving your name, repeat the text of the oath after the Dean Károly Pető. I do solemnly swear that I will always behave according to the principle of my vocation and my university. I will try with all my strength to apply the knowledge I have gained at the University of Debrecen
to help my country flourish. Kérem, szíveskedjenek leülni. Please kindly sit down. Önöket tisztemhez kötött hatalmamnál fogva, a mai nappal okleveles tanácsadóvá, okleveles agrármérnökké, okleveles menedzserré, okleveles közgazdásszá, agrármérnökké, közgazdásszá, sportszervezővé, szakfordítóvá, felsőfokú közgazdászasszisztensé, felsőfokú mérnökasszisztensé nyilvánítom. Életük és szakmai pályafutások nehéz óráiban emlékezzenek az imént esküszövegére. Felkérem dr. Barta Elek rektor helyettes urat és dr. Pető Károly dékán urat, hogy szíveskedjenek átadni az okleveleket. Tisztelt végzős hallgatók, kérem vegyék át diplomájukat. There no follows the awarding of the degrees. Barna Fédra Kinga. Bodnár József. Boros József. Budai Kristóf. Csaba Brigitta Nikolett. Dara Lilla Csenge. Erdős Menta Bernadett. Feró József. Fróna Dániel. Gyüre Ferenc. Kádár Szilárd. Kerekes Kitti. Kerti Tibor. Kotosman Zoltán. Kovács Tamás. Molnár Zoltán Szabolcs. Németh Kertin. Olá Edit. Orosz Dániel. Pusztai László Péter. Szabó Franciska. Szabó Sándor. Szikszai Petra Nikolett. Szilágyi Péter. Teleki Balázs Zoltán. Tóháti István. Uzonyi Antal. Váradi Norbert.
Varga Zsolt. Zagyva Péter. Deborah Akiniemi. Najia Ola Al-Masri. Shahid Arabi Muhammadi. Chinimerem Ujinika Stephanie Ariaga. Dada Damiola Opeyemi. Tan Minkan. Aaron Michael Kweku Afu Duncan. New Hong Kong. Berkai Özkan. Bahron Padraev. Metin Uzun. Van Junjun. Amro Abdul Hafez Al-Jui. Sahib Gasimov. Ákli András. Antal Enikő. Antal Szilvia. Antal Zoltán. Aranyos Eszter. Bagdi Dea Marian. Bagdi Vivien Gina. Bajnai Péter. Bakó Máté Mihály. Bakó Zsanett. Balla Ágnes. Balogh Kristóf Fábián. Balogh László Rihárd. Balogh Lili. Balogh Nóra. Balogh Norbert. Barabás Viktória. Baranyi Dániel. Barócsi Dániel. Bátori Réka Orsolya. Belme Krisztina. Bencúr Ákos. Benefi Bence. Bereckiné Ardalán Katalin. Berkes Krisztina.
Bíró Ádám. Bíró Gábor. Bodnár Angéla. És szintén Bodnár Angéla. Boldizsár Zsóka. Bor Nikolett. Bordás Zsófia. Boros József Ádám. Borsi Imre. Boros Sándor, Borsos Sándor, elnézést. Bozsányi Vanessa Ildikó. Budaházi Petra Virág. Bujdosó Krisztina. Bujdosó Viktória. Bűrszem Anett. Caga Krisztina. Csákány Úcki Edina. Csendom Krisztina. Cserdóra. Csobolya Bettina. Csordás Adrián. Csúlya Gábor. Dani Odett. Danka Viktória Gabriella. Demeter Brigitta. Derecskei Edina. Deres Márta. Dobi Zsófia. Dobó Krisztina. Dobos Anett. Dobos Blanka. Dombi Krisztina. Dorka László. Dr. Bartatót Martina Erika. Droppa Mihály. Dzsubák Nóra. Elek Veronika Zsuzsa. Fábián Zsuzsa. Faragó Norbert. Farkas Noémi Dóra. Fazekas Anett. Fedor Bence. Fehér Anett. Fekete Beatrix Kinga. Fekete Éva. Ferencsák Ramóna. Ferkó Adrien. Forgács Szilveszter Gyula.
Földesi Henrietta. Frankó Viktória. Fülöp Viktória. Gábor Martin. Gáncsos Péter. Garabec Judit. Gégény Fruzsina Tímea. Gerák Attila. Gere Orsolya. Girán Fruzsina. Gocs Gréta Margit. Gönci Renáta. Györfi Judit Márta. Györfi Katalin. Győri Balázs. Gyurica Evelin. Hatházi Anett. Hatházi Anna Ilona. Hatházi Kitti Nóra. Hajdu Balázs. Hajdu Nikolett. Hajdu Zsombor Etele. Haramura Márta Zsanett. Harcsa Anita. Hardi Dóra. Harmati Egri Kata. Hatházi Adrien. Hegedűs Anett. Híjas Gerda Anna. Hennel Adrien. Horváth Judit. Ricu Dávid. Hulvey Julianna. Husza Dániel Kristóf. Ijés Evelin. Imre Zsanett. Isztin Sára Tímea. Juhász Bettina. Juhász Dóra. Juhász Patrik Márk. Kalmár Karolina. Karacs Ádám. Kardos Magdolna Valentina. Kaszás Bettina Erzsébet. Katona Bence Zsolt. Kegyes Klára. Képíró Zsolt. Kerekes Dóra. Kéri Norbert.
Kerti Gabriella. Azt kérik, hogy költjék már meg egy kicsit. Király Antal. Kis Tímea. Király Ágnes Zita. Kis Csilla. Kis Petra. Kis Sára. Kocsis Alexandra. Kocsis Miklós. Kocsis Réka. Kohut Alexandra Sarolta. Kondor Anita. Kónya Mónika. Kormány Andrea. Kormány Enikő. Kormos Szilvia. Kosztovics Csaba. Kovács Ágnes. Kovács Alexandra. Kovács Anett. Kovács Anna. Kovács Emese. Kovács Gergő. Kovács Kristóf. Kovács Márton. Kovács Nikolett. Kovács Zsófia. Kovács Pintje Péter. Kovásznai Emese. Kovács Anna. Kozma Tamás. Kozsár László. Lábas Hajnalka. Laki Boglárka. Lájer Tamás. Lengyel Zsanett. Leskú Roberta. Liba Gergely. Lilik Tímea. Lovas Dávid. Lovas Fruzsina. Lovasi Gábor. Lőrinci Ákos. Lőrincné Tóth Gabriella. Lukács Judit. Lukácsné Szenes Barbara. Mádi Adrien. Makkai Petra. Bocsánat, Makkai Réka. Marton Ágnes. Máté Zsuzsanna.
Medve Ágnes. Medgyesi László Dávid. Melegeni Kő Eszter. Menárik Andrea Éva. Mező Krisztina. Mező Nikoletta. Mihály Judit. Mitrócsák Kitti. Molnár Eszter. Molnár Henrietta. Molnár Katalin. Molnár Nikolett Mária. Murányi Nóra Vivien. Nádorné Mihut Ildikó. Nagy Ádám. Nagy Anna. Nagy Árpád Dezső. Nagy Dóra. Nagy Enikő. Nagy Erika. Nagy Imre. Nagy Krisztina. Nagy Norbert. Nagy Réka. Nagy Richard. Nagy Roland. Nagy Tamás. Németh György. Nyirati Norbert. Olá Gréta. Olá Ildikó. Oláné Nagy Ilona. Óprizs Boglárka Gabriella. Ormós Szabina. Orosz Adél Adrien. Orosz Ákos Levente. Palatinus Brigitta. Pallás Júlia. Pálóci Alíz Mettila. Palotai Brigitta. Pap Dóra. Pap Nóra. Pap Orsolya. Pap Tamara. Pavel Henrietta. Pavlusin Júlia. Pejvás Renáta. Pete Anikó. Petrányi Balázs. Petrény Veronika. Pincés Adél.
Kocsai Mónika Zsuzsa. Pócsi Vanessa Vanda. Holc Nóra. Pomázi Tamás. Popovics Réka. Porcellán Réka. Pöstényi Ágota. Pregun Szilvia. Preznyák Szabolcs. Puskás Fruzsina. Rácz Anikó. Rácz Rita Andrea. Rádi Sára. Rohály Noémi. Rontó Rebeka Beáta. Rozsályi Eszter. Ruda Gabriella. Sándor Loretta. Sarkadi Éva Marian. Schmidt Edina. Simon Ádám Tamás. Som Krisztián. Somogyi Konrád. Somogyi Tibor. Strack Renáta Ágnes. Suhaj Erika Zsanett. Sukta Dóra. Suta Csaba. Szabadi Kitti. Szabó Attila. Szabó Bianca. Szabó Brigitta. Szabó Edina. Szabó Fruzsina. Szabó István. Szabó Judit Brigitta. Szabó Lajos. Szabó Lilla. Szabó Márk. Szabó Norbert József. Szabó Renáta. Szabó Vivien. Szabó Zita. Szakács Attila Péter. Szakály Márk Zoltán. Szalontai Ferenc. Szanyu Antónia. Szásza Líz. Szécsi Dániel Mihály. Szekrényes Anikó. Széles Alíz. Szél István.
Szikszai Enikő. Szikszai Viktória Szilvia. Szilágyi Balázs János. Szilágyi Fruzsina Noémi. Szobonya Gabriel. Szolnok Károly Ádám. Szolnoki Bianca. Szoták Tamás. Tabaka Zita. Tábori Dóra. Tajti Viktor. Takács Amália Bettina. Takács Levente Gábor. Tamási Ferenc. Tandi Alexandra. Tar Nikolett. Tengyel Marianna. Timkó Eszter Éva. Tompa Orsolya. Torma Cintia. Tóth Anett. Tóth Anna Mária. Tóth Diana Erika. Tóth Gabriella. Tóth Martina. Tóth Sándor. Tőkés Edina. Török Éva. Török Fanni. Türk Adrien. Újhelyi Georgina. Ungvári Sándor. Urbán Kuk Ágnes. Uzonyiné Somosi Éva. Vágó Márk. Vajda Emese Tünde. Valastyán Tímea. Varga Alexandra Ildikó. Varga Dalma Helga. Varga Tamás. Varga Zoltán Péter. Vasz Cintia. Vaskó Tímea. Vas Judit Réka. Vasusz Evelin. Vég Erika. Verebélyi Viktória Fanni. Veres Rita. Vicickó Zoltán.
Vince Huszti Lili Judit. Virga Máté. És Zolnai Zita. Bejelentem, hogy a végzett hallgatók nevében Szikszai Petra közgazdász kér szót. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm rektor helyettes urat, dékán urat, dékán helyettes urakat, az ünnepi tanácsot, a Debreceni Egyetem hallgatói és doktorandusz képviselet elnökét, az itt megjelent oktatóinkat, családtagokat, barátokat, és végül, de nem utolsó sorban, benneteket, kedves hallgatótársaim. A mai nap, melyet oly izgatottan vártunk, egy mérföldkő mindannyiunk életében. Még mielőtt tovább lépnénk, álljunk meg egy pillanatra, és tekintsünk vissza az itt eltöltött évekre. Ahogy a kezdetek kezdetén a gólyatábor nyüzsgő forgatagába kerültünk, számtalan új ember és program várt minket, itt új ismerettségek, bimbózó barátságok kötöttek. Ezután hálásak is voltunk az iskola kezdéskor, mert az első előadások, gyakorlatok megpróbáltatásai során nem voltunk egyedül. Emlékezzünk azokra az alkalmakra, mikor együtt szomorkodtunk vagy örültünk egy-egy ZH vagy vizsga után. Mindig volt, aki megvigasztaljon, vagy épp kocincson velünk egy-egy buli alkalmával. A gólyabálon táncainkkal mutatkoztunk be, és örvendeztettük meg tanárainkat és a felsőbb éveseket, valamint barátainkat. Elevenítsük fel a főzések, éjszakai túrák, stand-upok, bálok, vacsorák, tanári és diákestek, felvonulások jókedvű pillanatait. Amikor épp nem feleztünk vagy sárgultunk, akkor is számos rendezvény akadt, ami jó kedvet csempészett a mindennapokba. Ne felejtsük el a tanulmányutakat, szakesteket, a karinapot, sportnapot, kollégista, szakkollégista és más csoportok által szervezett programokat sem. Érdemes ezeket az élményeket szívünkbe zárni, hogy majd annak idején egy évfolyam találkozó, baráti vagy családi beszélgetés során örömmel eleveníthessük fel. A céljaink elérése nem csak a mi érdemünk, köszönettel tartozunk intézményünknek a számtalan lehetőségért és támogatásért, melyet az évek során nyújtott. Köszönjük az oktatóinknak, témavezetőinknek, akik segítsége és szigora nélkül nem mondhatnánk magunkat szakembereknek. Mégis a legnagyobb hála a családunkat, közeli hozzátartozóinkat és barátainkat illeti. Köszönjük nektek a támaszt, amit tanulmányaink során nyújtottatok, a bátorítást a nehéz időszakokban, és azt a mérhetetlen mennyiségű ráfordítást, mellyel hozzájárultatok a sikereinkhez. A diploma a kezünkben, egyeseket vár a mester vagy doktori képzés, másokat pedig a nagybetűs élet. Ez a kar azt tanította nekünk, hogy a kemény munka elismerésre kerül, az emberi együttműködés kulcsfontosságú, és a lehetőségeket ki kell használni, hiszen ezek teszik színesebbé a mindennapokat. Bármerre is sodorjon minket az élet, emlékezzetek, hol töltöttetek életetek egyik legszebb időszakát, és azt se felejtjétek, hogy ide mindig visszavárnak. Kedves végzősök, szívből gratulálok diplomátokhoz, és kívánok életetekhez sok sikert, szerencsét, egészséget és boldogságot. Köszönöm. Tisztelt ifjú kollégák, kérem engedjék meg, hogy magam és az egyetem vezetése nevében ezúton mindannyiuknak ismételten sok szeretettel gratuláljak. További pályájukhoz sikereket, magánéletükhöz pedig boldogságot kívánjak. Tisztelt ünnepi tanácsülés, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar diplomaosztó ünnepélyét ezúton bezárom. Kérem, énekeljük el a szózatot.
szenátus és a gazdaságtudományi kar tanácsa kivonul, kérem szíveskedjenek állva maradni.